Üdvözletem és a legjobbakat a mai videómba. Transformers Prime, Optimus Prime kerül bemutatásra az ő Voyager méretű verziója. Nos, amint látható, Optimus ezen formájában nem a klasszikus megszokott kocka formájú kamion, hanem inkább a Bay világra emlékeztető hosszú szárú kamion, viszont a klasszikus színekkel, nem a lángmintákkal, és a háttérben egy hatalmas plusz motorral, amivel egy kard áll ki, de ezeket a kiegészítőket tegyük is ide félre, ezekre majd picivel később vetünk pillantást, amikor is a robot módra kerül sor, ugyanis ezen módban túl sok szerepük nincsen. Hús. Optimus ezen módjában, mint a legtöbb Autobot, egyetlen egy jó funkcióval rendelkezik, mégpedig van azzal, hogy gurulni képes, amit 6 keréken tud megtenni, illetve rendelkezik egy Autobot szimbólummal, aminek azért örülhetünk, ugyanis egy fontos része a karakternek, hogy ő bizony egy Autobot, annak ellenére, hogy ez a kis szimbólum egy picikét jobbra van a minta közepétől, de ez már igazán szőrzár hasogatás, ne is menjünk ebbe jobban bele. Nos, viszont menjünk bele abba, hogy mekkora is őkelme. Nos, amint látható, Lego emberként akár még kényelmesen helyet is foglalhatna benne. Teljesen hozzá lenne méretezve, igaz, 2 emberkének már kicsit-kicsi lenne, és egy hosszabb kilométeres útra sem menne benne. Viszont mellé téve hőstuhánkat, látható, hogy azért Optimus sem a legnagyobb figura, annak ellenére, hogy most ő egy ilyen mérettel rendelkezik. Rá tudjuk csücsültetni ide őt, ide őt, és már utazhatnak is tovább. Így né. Visszahozva Optimus, kicsikét oldalazva, de végül is teljes mértékben idehozva, láthatjuk, hogy a valódi méreteiben nem más, mint 14 cm-es hosszúsággal rendelkezik, 6 cm-es szélességgel, és kerekétől mérve kereken 10 cm-rel. Nos, ilyen meg olyan mérek után, összehasonlítások végettes után nézzük is meg, hogy hogyan alakíthatjuk át ezt a figurát. És itt jegyzem meg, hogy maga ez az átalakítás nem feltétlenül bonyolult, inkább macerás. Nos, kezdésnek nincs más dolgunk, mint sem itt fölül kinyitjuk ezeket a paneleket egyszer, kétszer. Így már láthatóvá válik a belső rész, és ezek is bonyolultabb belső dolgok. Nos, ezután a lábakat kihajthatjuk egy picit, és ezáltal lehetőségünk van lehajtani ezt a részt, és ezt a részt. Ez lesz a két térde Optimusnak. Ezt követően ezt a kis részt beakasztjuk ide, egyszer, kétszer, majd picit széthúzzuk a lábait, így né. Itt ezzel a pacökkel, illetve itt fölül ezzel a kis bevágással rögzül a két rész össze. Ezt követően a lábat lehajtjuk, és elforgatjuk ugyanezt a másik oldalt, le és elforgatjuk. Így már félig meddig kész van a járásra képes Optimus. Igen, csodálatos. Optimusnak egy teljesen új oldalát ismerhetjük így meg, de folytassuk a dolgot, mielőtt még további dolgokba merülnénk. Ott a feje, de mindjárt meglátjuk, hogy hogyan is jelenik meg. Ezt követően ezt a részt így, ahogy van,
kihúzzuk, majd ezt az egész részt hátrahajtjuk. Így né. Ez a két rész ide hajlik hátra, és meglepő módon nincs fix rögzítő pontja, tehát csak a gömbcsuklóknak a melevségétől függ, hogy éppen hogyan van. De szerencsére ezek elég szilárdak, tehát nem lesz vele problémánk. Nos, ezután az egész rácsozatot megforgatjuk, és ezáltal előbukkan Optimus feje, amit mindjárt tovább alakítunk, hogy teljes formát öltsön. Ezután jön az előső rész, ami Optimusnak egy igen sörhasat ad, de ezt a sörhasat mindjárt el is tüntetjük kellő edzéssel. Az edzéshez előveszünk az ökleit, majd pedig len ezt a részt szétválasztjuk, és ezt az egész felső részt innen, tehát ez a rész nem, csak ezt a részt fölhúzzuk ígyni, ezt kinyújtjuk, és innentől kezdve fogjuk tovább alakítani a mellkasát, azáltal, hogy itt széthajtjuk, és a vállakat innen föntről lehajtjuk, de előtte ezt a két kis piros részt visszahajtjuk. Fontos apróság, amikor az ember visszaalakítja ezt a két kis pontot, ne felejtse el kihajtani. Első néhány átalakításnál nem ment, hogy miért nem megy össze, de aztán hamar rájöttem. Tehát ezt a részt így fölhajtjuk. Majd az egészet ide, le, ahol is ebbe a vájadba ez a rész fog beakadni. Így né, egyszer, és a másik oldal gyorsabban. Így né. Most pedig len ez az egész részt megforgatjuk, tehát a kezet ebbe a helyzetbe helyezzük, és elforgatjuk a csukot. Nyalakat egyszer, kétszer, így né. Majd befejezzük az átalakítást azáltal, hogy ezt a két ezüstös pöcköt benyomjuk ebbe a két lukba. Így né. Fölhajtjuk. Figyeljünk arra, hogy Optimus feje azért nem. Jön be. Összenyomjuk. Így né. És íme Transformers Prime, Optimus Prime. Így né. Szóval és tettel és egyebekkel egy igen impozáns Prime verzióval van dolgunk, amit sokan szeretnek. Ugyebár egy érdekes vegyülése ez a figura, a Michael Bay-féle megjelenésnek és a sokak által kedvelt G1-es dolgoknak, bár első generációs transformers dolgoknak. Ezen fények mellett még szépen is jelentkeznek az ezüstös kiemelt részletek. Egy apróság. Melkasánál ez a rész itt összébb nyomható, tehát ha valaki úgy szereti, hogy Optimusnak kocka melkosa legyen, akkor az így. Aki meg szereti, hogy szér van, akkor az meg így hagyhatja. Nagyon jó pofa kis apróság. Nos, ha már itt vagyunk, nézzük is meg, hogy Optimus milyen mozgásokra képes. Először a lábánál, előre ennyire megy a lába, térben ennyire, picivel több mint 90 fok, hátra, a hátizsák miatt sajnos csak ennyire tud menni, és ezt a hátizsákot sajnálatos módon nem tudjuk arra mozgítani, de ettől függetlenül azért még nem annyira zavaró a legtöbb póznál, de azért figyeljünk. Optimus körülbelül ennyire tud spárgázni, tehát inkább egy ilyen Y-formát ír le, mint sem egy teljes angol spárgát, tehát azért nem mindenki képes ilyen szép spárgára, tehát ismerjük el, hogy ő is így közelebb áll hozzánk. Nos, a kezeinél a válla egy gömbcsuklón van, szépen körbe tud fordulni, könyökénél ennyit tud hajlani, tehát pontosan 90 fokot, és a csuklóját
nem tudja csak fölfele mozgatni, ez is csak az átalakítás miatt. Nos, mindezek ellenére egy szolid kis figurával van dolgunk, akinek itt a hátulján van egy kis hátizsák, ami talán nem a legelőnyösebb számára, de nem is a legrosszabb hátizsák, amivel találkoztam már. Egy picit állíthatjunk rajta, hogy így, vagy így, de mindenképpen ott marad, ahol van. Nos, mindezek után nézzük is meg, hogy Optimus mekkora is jelenlegi formájában. Nos, amint látható, Lego emberkéknél lényegesebben magasabb lett, és még hőstovánk is kicsit kisebbnek érzi most magát, nem sokkal, de éppen érzi, hogy Optimus már közelebb van hozzá méretileg. Igen, igen. És talán így kényelmesebb is lesz. Szóval, és tettel, és egyebekkel méretileg így viszonyulnak egymáshoz. Így. Né. Vus. És Optimus valódi méretei pedig len. Így ő kell, mert pontosan 17 cm, azaz épp hogy megüti a Voyager kategóriát. Széltében eléggé válas fickónk van, ugyanis így egy két kerek 10 cm vállal rendelkezik, mert széltében pedig egy kerek 6,5 cm, amit csak azért mondok ilyen hangsúlyjal, mert tulajdonképpen ebből körülbelül 3 centit most így kereken csak a hátizsák tesz ki. Tehát nem vagyok annyira oda ezért a hátizsákért, hogy mit ne mondjak, de ettől függetlenül nem mondhatjuk azt, hogy nem egy jó figura. Pláne most ezzel a kimondottan harcias és meggyőző arc mienségével, arcformával, head sculpting-gal, aminél még egy kis light piping is befigyel itt fölül, de ez jól meg kell világítani a figurát, így. És itt látható az a klassz kis részlet, ami nem mindig, nem is, hogy elsőre feltűnik, ugyanis megvannak a figurának a szemei. Tehát remélem látható, hogy ott bizony egyik-másik szem szép kerek pupillái megvannak. Írni, ez ritkán látható. De most már láthattátok. Írni. És most behozhatom a képbe a korábban félretett kiegészítőit, ami nem más, mint sem egy kard, Optimus kardja. Szépen behelyezhető a kezébe, minden probléma nélkül tudja használni. Őszintén szóval egy icipicit kicsinek tartom, de lehet, hogy ez már az évek alatt kialakult kardok és milyenféle kiegészítők méreteihez képest való viszonyom miatt alakul ki, mint sem az, hogy ezek a kardnak a miensége, ugyanis a legtöbb Transformers kard az ilyen hatalmas nagy fegyver, meg az összes puska is ilyen hatalmas nagy figurához képest, ez viszont arányos ahhoz képest, hogy ő mekkora, éppen ezért valamiért kicsinek érzem, de ettől függetlenül egy teljesen szabályos kard, mindenféle funkcióját akadályozó görbe, pluszpenge és egyéb csili-vili alkatrész nélkül, pontosan az ellenkezője ennek a valaminek, ami az ő gimmick kiegészítője, ami nem más, mint egy Energon Rifle. Amint látható, egy kis kar meghúzásával előtűnik az Energon Rifle, ami jelen funkciójában annyit tenne, hogy a végénél körülbelül itt világítana, amennyiben a hozzá szükséges kettő darab gombelemet az ember biztosítaná.
és én biztos, hogy nem fogok betenni 2 plusz gombelemet, ugyanis ez a funkció csak akkor működik, hogyha az ember így tartja, és ami a legbosszantóbb, hogy értem én, hogy a gyártó nem akarja, hogy lemerüljön a kis aranyos lámpa idő előtt, de akkor miért nem tesz rá egy közönséges kapcsolót, ahelyett, hogy a fegyver magától összemenne minden alkalommal, amikor az ember elengedi ezt a kis kart. Ennek ellenére a fegyver kétféleképpen lehet használni, az egyik hagyományosan a kezébe, így né, bár így egy kicsit gyengébben tartja, így, vagy pedig itt fönt, hogy magából a kezéből lesz a fegyver, kicsikét Megatron, illetve Shockwave hangulattal, így, né? Maga az effekt tetszik, mint olyan, csak a kivitelezésen változtatni. Tényleg csak annyi, hogy ide valami rögzítő elem. Ennek ellenére egy klassz fegyver, egy klassz figurának, így, né? Csak kicsit túl kompakt, hogy mit nem mondjak. Tehát, hogy ha így maradna, az jó lenne. De valamiért nem akar így maradni. Szóval és tettel, ez nem az első és nem az utolsó olyan kiegészítője egy Transformer figurának, ami nem túl sok értelmet képvisel. Ennek ellenére azért egy jól összerakott figurával van dolgunk, aki igen csak szép példány lehet valakinek a polcának, aki ezt a szériát szereti. Mindezek után köszönöm, hogy megnézted a videómat. Amennyiben tetszett, kérlek, dobj egy lájkot, amennyiben még jegyzésed lenne, kérlek, tedd egy kommentben, és amennyiben hasonló tartalmakra lennél kíváncsi, kérlek, itt iratkozz föl. Még egyszer köszönöm, hogy megnézted a videómat, és a továbbiakban is a legjobbat kívánom nektek. Sziasztok!